Hallöttyön! Az előző videóban készítettem a pozitív, illetve a negatív gondolkodásmódról egy kisebb összefoglalót, és ezt szeretném igazából még kicsit tovább feszegetni, mégpedig inkább a motivációval összekötve. Ugyanis hát nyilván a motiváció az megint csak egy olyan téma, ami hát igencsak nehéz, főleg hogyha az embernek nincs a semmi eszése kedve, akkor igencsak nehezen tudod saját magadat motiválni. És ehhez hoztam egy pár tippet, hogy én hogyan szoktam magamat motiválni ahhoz, hogyha valamit szeretnék ugye elérni, akkor miket teszek ennek érdekében. És igazából az első tipp, amit igazából mindig használok, illetve alkalmazok minden nap, az, hogy tudatosítom saját magamban, az, hogy mindig minden itt fejben dől el. Sehol máshol. Mindig minden, amit eddig csináltál, gondoltál, és történt veled az eddig életedben, az mindig is a te terméked volt. Te alakítottad így, te alakítottad a saját gondolataiddal, a saját életeddel, te hoztad ezt elő, és ne vonzottad be. Úgyhogy amikor eszedbe jut, ezt tudom, hogy kicsit nehezen fogható ez föl, hiszen most az, hogy fejben dől el minden, és mindig mindentnek a te vagy az okozója, ez kicsit nehéz elfogadni, de ez így van, ugyanis minden negatív gondolatot, ami a fejedben van, azt te vonzottad be. És ugyanezt a negatív gondolatot, ahogyan bevonzottad, ezt át tudod helyezni, illetve át tudod ültetni pozitív gondolatokká is, hogyha akarod. Márpedig, ha akarod, akkor ez menni is fog. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, és nekem sem könnyű, és sem mondom azt, hogy csettintése folyamatosan, amikor rossz kedvem van, akkor most csettintek egyet, és akkor majd jó kedvem lesz, de azt én, hogy sokat kell gyakorolni, és tényleg el kell ezt hinni. Ez nem olyan dolog, ami egyik napról a másikra megy, azt tudom, de szerintem, hogyha elég kitartó vagy, és tényleg szeretnél változtatni az életedben, akkor igenis menni fog. Márpedig erre tudlak csak is kizárólag irányítani téged, hogy próbál meg a negatív gondolataidat tényleg átültetni pozitívba. Az tök mindegy. Lehet, hogyha reggel felkelsz és szalkedved van, akkor próbál meg valami, írd fel magadnak, vagy készíts egy listát, hogy mik azok a dolgok, amiket mondjuk szeretsz. Vagy rajta például sokat segít mondjuk egy zene. Egy nagyon jó zene, amit nagyon szeretek, akkor meghallgatom, és esetleg a meditálás is sokat segíthet, vagy egy olyan emlék, ami jó érzéssel tölt el, az mindenképpen szokott segíteni. Ami nagyon fontos az szerintem még, ami második tippként is tudom ajánlani, hogy fejezd be a nyafogást, illetve a különböző nyöszörgés, hogy ez úgysem megy, ez úgysem tudom megcsinálni, ez túl sok nekem. Ez a gondolkodás nyilván vonza magához az, hogy igen, akkor valószínűleg nem fog menni, igen, valószínű, hogy nem fogod tudni megcsinálni, és a többi, tehát ez mind vonza magával ezeket a dolgokat, úgyhogy eleve be kell fejezed azt, hogy nyafogsz, hogy kifogásokat keresel, mert azzal úgysem is semmire. A harmadik fontos tippem az lenne, hogy tűzd ki magad elé egy célt. Tök mindegy, hogy milyen cél, a lényeg az, hogy valami kézenfogható cél legyen, tehát ne az, hogy de vagy olyan cél tűzd ki magad elé, ami tényleg kézenfogható, és ami beteljesíthető. Ja, tehát mondjuk azt mondd, hogy most 2 percen belül, vagy szeretnék leadni 100 kilót, akkor most holnap után majd sikerülni fog, mert nyilván nem fog. De hogyha azt mondod magadban, hogy mostantól megpróbálok odafigyelni a testemre, és megpróbálok egészségesebben étkezni, és odafigyelni saját magamra, akkor talán el tudsz élni egy jobb életmódot. Vagy elkezdesz mozogni, bejelentkezel valahova, mondjuk egy edzőterembe, vagy megpróbálsz otthon saját magadon segíteni, és jógázol, vagy tornázol, stb. Én mondjuk például nem járok semmiféle edzőterembe, én saját magamnak szoktam kialakítani a torna gyakorlataimat, nyilván persze, ha felhasználok bizonyos dolgokat, meg nézek itt-ott-ott, de szoktam én is jógázni, amit saját magam sajátítottam el. De egy csomó minden van, ami segíthet, és hogyha nem találsz valamit, akkor inkább kérdél segítséget, és akkor mindenképpen biztos, hogy fogsz találni. Tehát nagyon fontosak a célok, hogy ezek a célok értelmes célok legyenek, és olyanokat tűz ki magad elé, amelyek értelmesek, és amelyeket tényleg szeretnél tiszta szívedből elérni.
próbálj meg kicsit a negatív gondolatok mellé olyan embereket is magadhoz toborozni, akik pozitív gondolatokkal látnak el. Tehát ha a baráti körödben olyanok vannak, akik lehúznak, akik folyton tényleg mindig minden csak arra összpontosítanak, hogy milyen szar vagy, hogy úgyse tudod megcsinálni, stb., akkor ezek nem barátok, és azok közül biztos, hogy ezeket el kell takarítani az életedből. És minden olyan embert, aki lehúz, vagy aki nem áll melletted, azokat mindenképpen hagyd ott, és ne foglalkozz velük, és próbálj meg olyan embereket magadhoz vonzani, akik tényleg pozitívan hatnak rád. Én nekem rengeteg olyan ember van az életemben, aki, és mióta egyébként a saját gondolataimat is megpróbáltam kicsit másfelé irányítani, azért nekem is volt egy csomó negatív gondolat a fejemben, és ezáltal nagyon sok olyan embert is vonzottam be az életemben, akik nagyon-nagyon lehúztak, és iszonyat szarrá tették néha a napjaimat, és utána még rosszabb lett minden. Na, hogyha tényleg az ember kitűz valamit a saját maga elé, akkor tényleg olyan embereket tudsz magadhoz vonzani, akik tényleg értékesek, és akik tényleg segítenek akarnak. És neked is ennek kell lenni a lényegnek, hogy próbálj meg olyan emberekhez folyamatosan, vagy olyan embereket keresni, akik tényleg pozitívan állnak a dolgokhoz, és pozitívan tudnak rád hatni. Úgyhogy ez nagyon fontos szerintem. Igen, aztán még mi is van? Igen, a célkitűzéshez még szeretném azt, hogyha véletlenül többet szeretném mondjuk erről tudni, mert egyébként szoktam alkalmazni egy pár ilyen gyakorlatot, amit kifejezetten a célkitűzéshez alkalmazok. Az például az, hogy minden egyes nap elképzelek valamit, mondjuk kitűztem egy célt, és azt el akarom élni mondjuk egy bizonyos időszakon belül. És ezt a célt megpróbálom mindenféleképpen realizálni. Tehát megpróbálok minden erőmmel és minden energiámmal erre koncentrálni. És ez nagyon sokat segíthet, ha mondjuk le is írod magadnak, hogy ez a célom, leírod és kiteszed valahová. Engem például sokat segít az, hogyha egy olyan helyre tedd nyilván, ahol viszonylag sok idő tartózkodsz valahol, ahol szem előtt van, és oda kiteszed ezt a cédulát, és akkor folyamatosan látod, hogy ja, igen, ez a célom. És oké. Hogyha viszont nyilván nem jön be, mert valami miatt közben jön valami más, akkor se keseredj el, és nem mondd azt, hogy dobd a kukába, hogy jó, ez úgy jön össze, akkor minek ezzel foglalkozni, hanem nem, akkor is megpróbálom, hogy hát akkor elgondolkodok azon, hogy most miért is nem jött össze, és megpróbálok valami mást kitalálni helyette, vagy megpróbálom valami más, vagy elgondolkodni azon, hogy hát vajon most ez miért nem jött össze, vagy hogy miért nem jutok közelebb ez a célhoz, akkor megpróbálom magamban ezt realizálni, vagy keresni az okokat, hogy miért nem. És megpróbálok egy másik úton esetleg eljutni oda. Ja, tehát, hogy ne add fel sose, tehát nem kell hallgatni senki más, csak is kizárólag a szívedre hallgass, és az a legeslegfontosabb. És nem mondom, hogy könnyű, mert nekem se könnyű az én céljaimat. Az én céljaim is még per pillanat így folyamatban vannak, ja? Tehát én sem értem el még a célomat, vagy én sem vagyok ezen a célon, vagy a célhoz vezető úton vagyok, de ehhez nagyon sokat kell dolgozni, és az nagyon fontos, hogy tényleg olyan emberek között legyél, akik értékesek, és minden olyan szemetet dob ki az életedből, amit lehet, és amit tudod, hogy nem jó neked. Úgyhogy igen, ez volt mára, és hogyha nektek is vannak valamilyen megatipjeitek, amik nektek esetleg segítettek, hogy tovább jobban motivált titeket, akkor írjátok meg lent kommentbe, vagy hogyha valami másra szeretnétek, akkor annak is örülök, vagy mondjátok el véleményeteket, és annak nem fogok örülni, és igen, remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és hogyha még több videót szeretnétek is más témában, akkor azt is írjátok meg, légy szíves. Igazából sok témával kapcsolatban van ötletem, de most egyelőre ez volt a mai első ilyen motivációs videóm. Úgyhogy minden szépet és jót! Puszi!